Látom, hogy a ruhád már nem száraz, ezek szerint elég nagy az ünneplés. Igen, igen, nagyon nagy ünneplés volt benne. Én sem tudtam megúszni, próbáltam nagyon sokáig, hogy hát ha kibírom vízcsepp nélkül, de hát úgy néz ki, hogy nem sikerült. Hogy tetszett egyébként a meccs? Nagyon izgalmas meccs volt, bevallom, a Lovre sérülése után én nagyon-nagyon feszült voltam, egyből le is rohantunk többen megkérdezni, hogy mi történt, akkor még ugye nem tudták, ezért egész mérkőzésen azért mindenki feszültebb volt emiatt, de hála Istennek most már kiderült, hogy jobban van. És akkor szerinted benne volt akár még a hosszabbításban is a fejekben az, ami ott történt a Lovrencsicsel? Hát igen, azt gondolom, hogy ez azért mindenkit nagyon megviselt, mert tényleg egy nagyon rossz szituáció volt, ugye nem nagyon mozdult, utána igaz mutatta, hogy jól van, de azért ebben senki nem tudott annyira biztos lenni, hiszen még nem vizsgálták meg. Milyen érzés egyébként a kupa aranyérem? Hát nagyon jó érzés, hozzá tudnék szokni. Te idén végülis két aranyérmet is kapsz. Hát fura, hiszen egyik mérkőzésen se tudtam sajnos játszani. Én mind a két mérkőzésen csak az éremért mentem, de ettől függetlenül mind a két részben ugye azért oroszlán részt vállaltam. Jó, itt a kupa mérkőzéseken összvisz négy mérkőzésen tudtam játszani. Ugye közbe szóltak a sérülések, de nagyon boldog vagyok, hogy ezt el tudtuk élni. De a bajnoki aranyat az hogy tudod megkapni, hogy fogod megkapni, arról tudsz valamit? Hát ha minden igaz, a héten be kell ugorjak még érte. Pontosan nem tudom, hogy fog zajlani itt az átadás, de már hívtak, hogy a héten be tudok menni érte.